Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma este Bíró Ferenc a vendégem, aki úgy nyírbátor, mint Nyírbátorban sokkal mások, hogy tulajdonképpen itt született, de valójában persze Nyírbogátra született. Majd később aztán ugye itt elkeveredett Nyírpilisre, Piricsére, és majd csak aztán vissza ide Nyírbátorba, de hát annak is már van, azt mondja, hogy 23-43 éve, hogyha jól számolom, vagy talán még egy kicsivel több is. Kezdjük azzal, hogy ön itt egy nagyon sokáig úgy tűnt megkerülhetetlen közéleti figura ebben a városban. Ugye a hatalmon lévő, mármint az önkormányzati többségben lévő pártnak a pártelnöke, még ma is. Így van. 2002-től kis megszakítással önkormányzati képviselő, a pártnak a városi elnöke, az LSZP-nek. De ma meg már nem képviselő, ez a választás egy szavazattal elúszott. Erről már egyszer beszéltünk ugye itt a nyílt térben, tehát most nem politizálni fogunk, csak a helyzetet próbálom leírni. Azért, most direkt kérdezem, egy kicsit provokatív módon, azért ön fontos embernek tartja még itt magát Nyírbátorban? A kérdés az, hogy mit ért ön fontos ember alatt? Hát megkerülhetetlen, aki ezt én így soha nem fogalmaztam meg. Tehát ez nekem nem volt benne az én gondolataimban, hogy megkerülhetetlen ember lennék. Jó, hát a kötelező szerencség ezt mondatja, hogyha tudjuk, hogy mások meg úgy gondolják, hogy nem kerülnek meg engem. Ebből a szemszögből így van, viszont amikor én arról beszél, meg ön arról beszél, hogy megkerülhetetlenség, én ezt abszolút nem így élem meg. Nekem a pártársaim, elvtársaim, akikkel együtt dolgoztam és dolgozom ma is az önkormányzat berkeiben, azok nem aláfölé rendeltséggel gondolkodnak, legalábbis rólam, és én se róluk, hanem egymás mellé rendeltséggel. Nekem a képviselőség évtizedeken keresztül, ha így tetszik, szolgálatot jelentett. Nem azt jelenti, hogy bekerültem egy pozícióba, hátradőlök, aztán majd lesz, ami lesz. Én ezt, amióta csinálom ezt a munkát, azóta ezt én így élem meg. Tehát nincs ez a fajta megkerülhetetlen, meg se fordul a fejembe ilyen. Jó, akkor másképp kérdezem, fontos embernek tartja még magát a városban? Ha most ezzel az egy szavazattal történő vesztés után önnek azt mondták volna a pártársai képviselő, volt képviselőtársai, hogy nem akarunk téged kihagyni a helyi politikából, akkor ön valószínű azt mondaná erre, amit én, hogy igen, ilyen értelemben fontos embernek gondolom magam, és nagyon jól esett, hogy a polgármester úrtól a képviselőtársaimon keresztül mindenki arról biztosított, hogy számítanak a munkámra. És ez nekem nagyon fontos. Létezik 2020-ban még olyan, hogy politikai hála? Ez a politikai hála az ilyen nem... Akkor ilyen, politikai szolidaritás? Inkább ezt mondanám. De ez létezik valóságosan? Én szerint, tehát most itt a saját példámat tudom mondani, abszolút létezik. Tehát én ezt most így élem meg, én ezt így érzem, ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy ennyi. Mióta elnöke ön ennek a pártnak? 2009 októberre. 2019 október. Hogy van, de várjunk már. Most 20 van. Akkor 2009 októberre óta. Hát de hiszen azelőtt egy-két évvel lépett csak be így a szocialista pártba. Így van. És addig hol dekkolt? Gyakorlatilag én a úgynevezett átkos időben a pénzintézetek pártitkára voltam. Több mint 15 éven keresztül. Ez az OTP biztosítók. Ez még az MSZMP-s időszak. OTP biztosítók, bank, posta, takarék szövetkezet. Itt Nyírbátor. Itt Nyírbátor városában így van. Ön igazi mozgalmi ember? Abszolút. Tehát annak idején úgy kezdtem az életemet, hogy 72-ben, mikor végeztem a középiskolába, akkor hazakerültem a édesapám TS elnöksége fennhatósága alatt egy villanyszerelő munkába, a műhelybe, és akkor ott én rögtön kis titkárrá választottak engem a TSZ-ben, és hát ez folyt. Az jelentős dolog volt egyébként, hogy Nyírpilisi termelőszövetkezet kis titkára lesz valaki 18 évesen? Lehet, hogy meg fog lepődni ezen. Én azt gondolom, hogy igen. És megmondom azt is, hogy miért.
gyakorlatilag a kis fal, abban a kis faluban, amiben édesapámot oda vitték, oda helyezték 1963-ban, gyakorlatilag nem volt semmiféle fajta közélet. Amikor én oda kerültem a szüleimmel, és befejeztem a középiskolát, visszakerültem a TSZ-be, akkor onnantól kezdve olyan dolgokat csináltunk, hogy például, ha azt mondom, hogy 30 éve nem volt bál a faluban. 30 esztendeje. Aztán olyan bálokat csináltunk, hogy Nyírbogátról hoztunk zenekart, nyitott platójú ifa teherautóval jött a zenekar, ott ültek fenn a platón, télen, nyáron, őszben. Milyen zenekar volt az, amit egy ifa teherautóval lehetett fuvarozni? Biztos vagyok benne, hogy a név, akit mondani fogok, az ismerős lesz önnek. Az egyik zenekari tagot úgy hívták, hogy Bihari Albert. Ó. Ő volt a basszusgitáros. Komolyan? Bezon Isten. Hát és ővel akkora bulikat... És vetnyeletjázi ügyvéd. Hát így már. A futballhoz közül... Így van. Futballhoz volt köze? Így van, így van. És azért nem engedtek Pilisen bált csinálni a 30 éven keresztül gyakorlatilag, mert valamikor régen összeverekedtek a bálba, és akkor a rendőrség adta ki az engedélyeket. Uh-huh. Hogy bárt csináljanak. És hát, emberhalál is volt? Nem volt emberhalál, de nagyon összevertek embereket, és emiatt nem akarta a rendőr körzetfelügyelőnek, vagy körzeti rendőrnek, KMB-snek hívták, így van. Olyan. Ő nem adta ki az engedélyeket, és ennek. De, most... de hát ez egy falusi bár feelingje volt az, hogy a szomszéd faluból jövő legényeket ott megverik. Mert mit tudom, lekértél, vagy nem kértél, nekem jöttél, vagy nem így jöttél van, nekem, van, rám löttyintetted a sörödet, vagy így sem. Van, így ugye? Van. Ez így történt valószínűleg. És akkor hogy merte ön mégiscsak javasolni, hogy legyen bár? Hát úgy, hogy az úgy döntött akkor az akkori kis szervezetnek a vezetősége, hogy meg fogjuk mutatni, hogy tudunk bárt csinálni. Kiplakátortuk a bál időpontját, elmentünk a szomszéd falvakba biciklivel, mert nem volt kocsi, meg még jogosítvány sem volt kocsi. És szépen elbicikliztünk a szomszéd faluba, Piricsére, Bátorligetre, Encsencsre, és akkor jöttek a fiatalok. Mert nem volt, a másod sem volt. Mekkora bál volt egyébként? Hát, hogy mondjam, olyan a Pilisi Kultúrház, az körülbelül akkora befogadó képességű, volt, mint a mostani kultúrotthon fele. Tehát olyan 100-150 ember tudott táncolni. A mert az még nem olyan bál volt, hogy vacsorával. Nem. Csak egyszerű sima bál. Világosan. Egyszerű sima bál. Igen, és? Úgyhogy... és akkor jöttek a környező településekről? Így van, így van. Rengetegen. És ami hogy sikerült a buli? Nagyon jól. Nagyon jól. Arra figyelt a vezetőség, jártuk sorba. Volt ilyen, például elment az áram. Hmm. Attól rettegtünk, na most itt valaki. Szabad a csók. Hát igen, de valakit szájon vágnak, akkor mit fogunk csinálni? Hát az is szabad. És ugye jött a KMB-s természetesen, és minden egyes alkalommal, amikor megrendeztük a bált, akkor ott volt, mit tudom én, fél tíztől éjfélig. Ja, mert hogy rendszert csináltak aztán? Persze, hát utána már nem volt kérdés, hogy bálokat csinálunk. Évente egyet-kettőt? Többet. Többet is? Többet. Többet is. És népszerű bálokat. Abszolút. Nagyon szerették a fiatalok. Hát innen indult a mozgalmi mellett. Csak így közbevetőleg, pont egy ilyen bálnak köszönheti élete párját is, nem? Igen, akivel igen. Most már legalább 50-valahány éve ismerik egymást, 40-valahány éve pedig már házasságban is ennek, nem? Ez egy ilyen bálon? Éppen egy Nem ezen a bálon, akkor még én diák voltam, 16 éves múltam éppen. 16 éves, hazajöttem, nyári szünet volt, ha itt tetszik. Nyíregyházán jártam a Kossuthba, Kossuth-Hajószak középiskolába, és akkor a bátyám, aki katona volt akkor, ugye nem lehetett a katonának akkor motorozni, meg ilyeneket csinálni, de átöltözött civilbe, és akkor átmentünk a szomszéd falu. Hát nem lehet. Ez a szomszéd falu Pirics? Pirics-e így van, 3 kilométerre van Nyírpilis, Pirics egymáshoz, és gyakorlatilag ott mi megérkeztünk, és akkor ott voltak a Pilicsei lányok sorba, szépek, szépek bányok, aranyosak, így van. És akkor az történt, hogy egy lányt megláttam, én emlékszem, nagyon szépen föl volt öltözve, oda mentem, felkértem, és akkor gyakorlatilag egész este vele táncoltam. Igaz, a Pilicsei legények azok folyamatosan lekéregették, én mindig visszakéregettettem az ismerőseimmel. Tehát gyakorlatilag nem félt attól, hogy beleszalad egy-két pofonba, a Pilicsei pofonba? De hát azért igyekeztem én ezt kikerülni. De ugye gyakorlatilag a mostani feleségemnek akkor éjfélre haza kellett mostani érni. Mostani az akkor is az a felesége, aki hát most. A mostani feleségem, mert akkor nem volt a feleségem. Feleségének. Így van, tehát a feleségemnek akkor éjfélre haza kellett érnie. És akkor így gyakorlatilag nem volt esése arra, hogy
a piricsei legények bármilyen módon megtámadjanak, mert egyrészt később derül ki, hogy megkérdeztem, hogy hazakísérletem, és mondta, hogy igen. És akkor elindultunk a kultúrházból, és elmentünk az Hajnal utcába, laktak a felesége még, és elmentünk az utcára, és visszafordult, mondja, hogy forduljuk vissza, mert ott lakunk a kultúrház mellett. Opa. Jót mosolyogtunk rajta. És azon is mosolyogtak, hogy az anyuka meg közben nem leskelődött, hát ezért, hogy mikor ezért, jön az ezért mentünk el az utca elejére, hogy a mama ne lássa, hogy mit csinálunk egymással, megfogtam a kezét, megköszöltem, persze. Komolyan? És amikor megérkeztünk a kapuba, akkor mondta a feleségem az anyjának, hogy anyu, nyugodtan hazamehet, bemehet, már megjelent vagyunk, megérkeztünk. Aha. Úgyhogy így történt az is. Elcsattant az első puszi is. Hát mondhatjuk, aznap igen. Hát az természetes ilyenkor. Aha. Hát vagy igen, vagy nem. Hát, de úgy néz ki, hogy... Már sokszor több is természetes hát, ilyenkor. Ma már más a helyzet. Ma már jó, biztos már. Rendben van. Akkor ez nagyon szigorú volt. Akkor azért még nem sejtett, hogy ez egy életre szóló kapcsolat nem, lesz. Nem. Visszamentem. És megmaradt? Aztán leveleztek? Vagy mit csináltak? Abszolút. A mobiltelefon nem volt. Azt kell mondjam, hogy el is tettük ezeket a leveleket, naponta, vagy hetente 4-5 levelet írogattunk oda-vissza. Komolyan mondja? Bizony. De anyósom... Mert ugye kollégista volt, ugye nyilván érettjázán a Kossuth gimnázium növendéke. Kossuth szakközépiskola növendéke. Anyósom nagyon rutinosan mindig felgőzölte a leveleimet. Komolyan mondja? Mindig felgőzölte. De ez mikor derült ki? Hát mikor olyanokat mondott a mama, amiket csak mi ketten tudhattunk volna. Mi volt a kulcs? Hát nem tudom, hát most mit tudom, mit beszéltünk, hogy most mit csináltunk, hogy most hogy éreztük magunkat. De csak nem írták le, hogy mit csináltak. Ne, hát az nem, semmi, nem tartozott ez a mamára, de ilyeneket levélben nem írogatott az ember. Igen. Az, hogy szeretem a másikat, azt leírhatom természetesen. Úgyhogy utána attól kezdve szóvá tettem mamának, hogy azért ezt nem kéne, mert hát azért mégiscsak levéltitok is van a világon, de hát az én anyósom az nem egy ilyen alkatú ember volt, úgyhogy értem. Így történt. Hát, de ezek szerint nem gördített igazán akadályt. Nem, ő mindig azt mondta, hogy soha nem fogom elvenni a mostani feleségemet feleségül. Azt mondta? Mindig. Az eljegyzésről elkéstem. Miért nem szereti magát? Már meghalt, nyugodjon békében. Nem, nem tudom megmondani igazándiból. Ő, azt, amit én tudok, hogy mindig mást akartak a mostani feleségemnek férjül. Csak úgy mondja, hogy a mostani feleségem, hát mostani feleségem. A feleségem. Elég, ha így mondja. Jó, akkor a feleségemnek mást akartak házastársul. Természetesen a feleségem ezt nem gondolta így, és mindig azt mondta, hogy anya, vegye tudomásul, hogy nekem úgyis Bíró Feri lesz a férjem. És akkor hát ez így is lett. Ki döntött kettő közül, a felesége vagy ön? Hogy házasság lesz? Hogy ez a kapcsolat örök van. Nem, ez úgy van, hogy ez abszolút a közös elhatározás volt. De azért azt mondják, mindig a nő dönt. Nem gondolom. Én nagyon szerettem, és mai napig szeretem a feleségemet. Tehát ezzel semmi olyan dolog nincs, amiben az ember ezt nem vállalhatná el. Nem történt. Tehát nem volt ilyen, hogy most akkor ő vagy én. Jó. Ez közösen, közösen akart. Ez még csak zárójel volt, majd esetleg erre visszatérünk. Tehát akkor ott tartunk, hogy ön... megszületik itt Nyírbátorban, hazaviszik Nyírbogácsra, ahol az apja időközben fúró munkásból, ha jól tudom, ugye hirtelen csak tanácselnök helyettes lesz. Azért ezek a szocialista karrierek, főleg az 50-es években, ez valami szenzációs. Az apja egyébként egy egyszerű kétkezi ember. Abszolút. Igaz? Abszolút. És akkor hogy lett több belőle tanácselnök, hát ezt, helyettes? Ezt... az illetékesektől akkor Ráczi Jenő bácsitól kellene meg... Én tag volt, ugye? Persze. Hát apám olyan mozgalmi, ő a megyetanácsnak volt a tagja több éven keresztül, városi párbizottság, de a járási párbizottságnak szintén a tagja. Tehát ő nagyon komoly tehát mozgalmi életet élt. Tehát egy baloldali család. Abszolút. Aha. Engem így neveltek a szüleim. Na de azért, hogy gondoljuk már végig. Hazajön egy fúrómunkás, hol dolgozott ő fúrómunkás? Szegeden. Szegedről. Olajat keresztül. Nyilván kőolajmezőkön. Tehát hazajön egy fúrómunkás Szegedről, Mírbogátra, és azt mondják, hogy akkor te leszel a tanácselnök. Megtalálták a mozgalomban. Megtalálták a mozgalomban. Rendben van. Ezt is fogadjuk el, hogy így van.
Na de hát egy tanácselnök helyettesnek, hogyha ez egy igazi pozíció, ez egy igazi pozíció. Tehát ez volt az állása? Meg kell mondjam őszintén, hogy én ezt megítélni nem tudom, én akkor harmadikos, másodikos voltam. Nyilván, de hát azért egy darabig, utóbb azért úgy meg tudja ítélni. Hát de nem láttam, hogy mit csinál. Tehát nem, bocsánat, nem tudom, nem tudtam, hogy mit csinál. Azt tudtam, hogy tanácselnök és helyettes. És ki volt a tanácselnök? Rácz Jenő bácsinak hívták őt. Ő neki mi volt a végzettsége amúgy? Hát nem tudom. Ő is ebből a körből kerül ki? Valószínűleg igen. Tehát annak, abban az időben az nem volt, tehát nem volt az feltétel, hogy három diplomája, két nyelvvizsgája legyen egy embernek. Nem is elgondolok, de hát azért volt egyáltalán egy akkori tanácselnöknek, helyettesének, tehát az apparátusnak mozgástere egy ilyen településen? Na, vagy mindent megmondtak a járástól, vagy a megyétől? Én ezt nem tudom megítélni, még egyszer mondom, mert én nem éltem ebben az időszakban. Hát élt, olyan értelemben nem voltam tudatos így van, életformában. Persze. Tehát én azt, hogy most mi történik a tanácsban, a helyi tanácsban, én azt nem tudom megítélni. Mennyi, 6-7 évig volt ő ott ugye tanácselnök helyettes, és aztán ez csak azt mondták, hogy ha már ezt ilyen klasszul csinálta, akkor nyilván értő a TS dolgokhoz is. Ezt így szokták annak idején. De ez komoly. Persze, abszolút. És akkor azt mondták, hogy bíró elvtárs, itt megszolgáltad azt, amit kellett, most szükség van rád Nyírpilisön, mert ott nem tudom, alakult vagy szerveztek egy termelőszövetkezetet is, te legyél hát akkor megvolt az elnök. Rád gondoltuk, hogy te legyél az elnök. Abszolút így történt. Abszolút így történt. Azért az, hogy mondjam, ma így, ha belegondolok, ez olyan fejes ugrás valamibe, amiről fogalmunk hát, nincs, hogy mi. A családunk, a testvéreim, édesanyám azért ezt meg is illette becsülettel, milyen? Olyan értelemben, hogy apám reggel 5:30-tól este 10-ig a TS szervezését, meg a TS összetartását. Ilyeneket csinált, csak egy példa. És rettenetes, hogy mondjam, nagyon becsületesen, és nagyon szegényen halt meg. Nem volt gyerek, ugye, akkor mire már Nyírpilisre kerültek, már nem volt annyira gyerek, hogy, tehát látta, hogy mi persze, történik. Persze, éppen ezt akarom elmondani, hogy csak példát mondok, visszakerültem a TS-be. Ugye 63-ban kerültünk oda, én 72-ben kerültem vissza a TS-be. A műhelybe. És akkor apám reggel 6 órakor így állt a bejárati ajtó előtt, 6 előtt 5 persze, és nézte, én Piricsém, akkor házas voltam, Piricséről biciklivel, mert ahogy mondtam, az előbb nem volt kocsi, nézte az óráját. És ha 5 percet, 1 percet késtem, akkor azt mondta, hogy na szóljál a főnökönnek, hogy egy órát húzzon le a mai napodból, mert elkéstél. Tehát ez nem lehetett. Mindenkivel ilyen volt, mindenkivel, vagy minden, a család? Mindenkivel, de különösen velem. Hát a bátyám is ott dolgozott a műhelyben. Tehát abszolút. Vagy olyan csak, megint egy példa, terhes volt a feleségem, és termelt a TS őszi barackot. És kértük apától, hogy hozzon legalább egy kilót. 3 szem barackot hozott haza. És azt mondta, hogy ha akarsz, akkor menjél, fizess be a pénztárba az árát, aztán annyit veszel, amennyit akarsz. Ezzel a puritán hozzáállással hány évig irányította azt? 18 évig volt TS elnök. 18 évig? Ülisen, 18 évig. De hát később azért már nem csak párt fegyelem okán választanak meg valakit, nem? Hát a tagság. Abszolút. Tagság választott. Kedvelték az nagyon. Hát apám egy végtelen jó ember volt. Nagyon jó ember volt. Jó vezető. Nagyon komoly társaságot hozott össze. Honnan tanulta ő meg? Én nem tudom, a vezetés tudományát? Belül, magától, semmi. Nem volt soha semmilyen féle fajta ilyen jellegű iskolai végzettsége. Mit örökölt az apjától ebből a Talán ezt. A másik a tisztességet, a becsületet. Tehát én engem így neveltek a szüleim, hogy nincs csalás, rablás, gazemberség. Itt egyféle irány van, az egyenes út. Majd erre visszatérünk a biztosítóság kapcsán. Így van. Tehát úgy gondolja, hogy ezt örökölte az apjától. A viszonyuk végig ilyen kiegyensúlyozott? Abszolút. Vagy mindig ő volt a főnök, az apa? Olyan értelemben igen, hogy mondjam, tehát munkásőr volt édesapám, az egész családunk. Az kötelező, akkor ha már... Nem volt kötelező, nagy tévedés, sokan mondják... Családon belül kötelező volt? Nem, az sem volt kötelező. Én, mint ahogy annak idején is meggyőződésből tettem, amit tettem, nagyon sokan csinálták, mondták, hogy engem beköteleztek, meg ilyen, meg hogy muszáj volt a munkahelyem miatt, meg engem soha senki nem keresett meg azzal, az állami biztosítóban annak idején, meg a TS-be se, hogy be kéne lépni a munkásőrségbe. Tényleg vissza lépni. Az apja, az majd erre rá fog kérdezni külön, tehát mondja, hogy munkásőr volt. Így van, tehát gyakorlatilag ő ott azt olyan módon tette a dolgát ott is, ahogy azt tennie kellett. Tehát ő nagyon imádta, szerette ezt a mozgalmi munkát, és hát ennek eredményeképpen
de gyakorlatilag az emberek nagyon komolyan elfogadták a TSZ-ben is ilyen. És na, ha már itt tartunk, hitték azt őszintén, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt, meg ez az eszme, ez úgy elhozza a jólétet mindenkinek, meg az esélyek kiegyenlítését, és akkor milyen klassz lesz itt, szóval a földikán, na? Nagyon nehéz. Vagy meddig hitték ezt? Igen, nagyon nehéz erre jó választ adni. A akkori központi kommunikáció az nagyságrendekkel el volt maradva a mostani kommunikáció. Mert akkor brosúrák jöttek csak. Hát ez az. Azért mostani eszünkkel mondjuk, meg mondom én is, hogy ha én tudom, hogy az én országos vezetőim olyan módon élik az életet, ahogy élik, Kádár nem. Nem Kádárról beszélek. De ő nem úgy érte. Nem Kádárról beszélek. Kádárról tud valaki mondani olyat, hogy ő nem puritán vezető volt? Nem tud róla mondani senki. Az én apám hasonlóan élt. Szent meggyőződéssel állította, hogy ő olyan, pontosan olyan akar lenni, mint Kádár eftás. És valószínűleg olyan is volt, mert nem akart az Istennek se Pilisről elköltözni. Jó, szóval meddig hitték ezt? Hogy gyakorlatilag okay, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a gondolkodásmód az a mai napig hasonlóan működik. A hit az, hogy meddig hiheti az ember ezeket, hát nyilván a dolog, a világ változik körülöttünk, és aki szokták mondani, hogy aki nem tud igazodni a változásokhoz, az lemarad. Ez a szaknévsorosítás volt valamikor, ha lemaradsz, kimaradsz, ha kimaradsz, lemaradsz. Tehát nem lehet ezzel mit kezdeni. Én úgy értékeltem akkor is, és ma is, hogy amikor megvolt a rendszerváltás, tudomásul vettem, hogy ez a helyzet, és én akkor ugye kilépett belőlem a pártom, mert aha, hát amikor elmentek a kongresszusra, akkor senki nem mondta nekik, hogy MSZP-t kell csinálni. Aha, igen. Elmentek igen. Egy az utolsó kongresszusra, és úgy jöttek haza, hogy megalakították az MSZP-t. Uh-huh. Na, és akkor gondoltuk mi úgy, a feleségemmel, hogy belül is pártag volt természetesen, hogy mi kilépünk ebből. Meg munkásőr is volt. Így van, így van. Öt évig, én 15-ig. Aha. Ez érdekes. Jó, erről még majd fogunk tudni kicsit beszélgetni. Tehát ott van Nyírpilis, megnősül ugye, és Piricsén vesznek, hát mondhatnám egy birtokot, mert egy kertes házat vesznek. Miből? A mennyasszonytáncból? Mennyasszonytáncpénzből, igen. Hát akkoriban annyi összejön egy nagy lakodalom volt? Nagy. Hát ott volt a falu apraja mindenki, nagyja? Mindenki, aki számít. Nyírpilisről és Piricséről is? Külön volt a lakodalom. Piricsén is volt egy lakodalom. Két lakzit is rendeztek? Hát egy napon, de két helyszínen. És akkor hogy oldották meg, hát, hogy egyik helyen volt a mennyasszony, más kevőle? Mi egy Skoda típusú, S100-as Skoda típusú kocsival járogattunk Pilisről, Piricsére, Piricsről, Pilisre. Menet közben. Tehát, az videó, a NASZ nép pedig szintén, az úgy október 27-én volt a házasságunk, kiszesküvő természetesen. Ez mikor volt? 73? 73. október 27-én. De. Nyitott platói IFA teherautóval jött a NASZ nép Pilicséről, Pilisre, aztán majd vissza. Az igen. És akkor éjjel mennyasszonytánc. Úgy, ott a kocsival mentünk. Na, úgy értem, hogy igen. A mennyasszony meg a vőlegény mégiscsak egy személykocsival, nem a nyitott partóvű teherautóval ültünk. Tehát gyakorlatilag, és itt összesen a két helyszínről, hát olyanokat kaptunk, hogy gáztűz helyet kaptunk ajándékba, de pénzen kívül. Tehát akkor kaptunk 105 ezer forintot. 105 ezer forintot? Mennyi volt egy havi fizetése akkor? 1150 forint volt. Tehát akkor azért ez egy komoly pénz volt. Majdnem 100 havi fizetés. Ez majd csak így lehet mondani, így van. Így. Nagyon komoly pénz volt. Igaz, ebből a szüleim álltak 30 ezer forintot. Nem baj az. Édesapámék, édesanyámék. De tehát... Na és akkor mennyire lehetett venni akkoriban egy ilyen házat, amivel én abszolút komfort meggyanúsítottam? Abszolút a komfort nélkül lakás volt, nem volt benne víz, nem volt benne fűtés, csak egy cserépkája, ami háromszor robbant fel, mi ott laktunk. Igen. De a lényeg az, hogy 65 ezer forint is sikerült akkor azt a lakást megvenni. Ó, hát akkor be is tudták rendezni a... Hát kellett belállni. Netán még egy kocsit is tudtak venni Azt nem tudtunk venni. Nem tudtunk, mert nem volt még jogosítványom se. Ja, úgyhogy még később hát kellett... akkor nagyon fiatal gyerek volt, amikor ez a... 21 évesen volt. És muszáj volt olyan gyorsan megnősülni? Nem. Hát egyes állítások szerint igen, de hát a matematika az nagyon komoly dolog. A számok azok makas dolgok. Ja, én most nem arra gondolok, hogy esetleg a feleséget... Ne, csak hagyd mondjam el a tényeket. Tehát sokan meggyanúsítottak, meg, miért akar az ilyen hamar? Aztán, mikor megszületett a lányom, ugye 73. október 27-én házasodtunk. Igen. És 74. szeptember 1-én született a nagylányom.
11 hónap, ha nem születik gyerek. Hát 9-re, igen. Vannak ilyen. 6-ra, vagy 7-re, vannak igen. Vannak ilyen kényelmes gyerekek, igen. 11 hónap. Hát ahol én születtem, ott a körzeti orvos azt mondta, hogy fura, ezen a településen az első gyerekek mind kora születtek. A másodikok soha. Az a soha. Az első gyerek, igen. Igen. Na jó. Nálunk ilyen nem volt. Na jó. Tehát ott letelepednek, vesznek egy házat. Miért pont Piricsén akartam? Hát ott a feleségem odavaló volt. Hát ez... és Pilisen nem akartunk lakást venni, mert ugye hát elég sok cigány család élt akkor is. Ma már gyakorlatilag 95% a cigány a pilisi lakosoknak. És ez visszatartva? Na, igen. Akkor úgy döntött a családi tanács, hogy nem akarunk ott élni, hanem Piricsén. Aztán majd később persze más is lett belőle. De az apját ez nem zavart. Nem, abszolút. Tehát ő nem akart elköltözni onnan. Aha. Na, akkor megnősül, házat vesz, kis titkárkodik, azt egyszer csak kopog a postás, azt mondja, hogy hát kedves Bíró Ferike, itt van a katonai behívó. Bizony. És akkor bevonultatják. Fura módon akkor is ide Nyírbátorban. Hát meg őszinte leszek, mindig is az voltam. Elrendezte. Abszolút. Elrendezte. Abszolút. Ugye édesapám megy a tanástag. Mégiscsak volt protekció. Abszolút. Hát ezt nem mondtam, hogy nem volt. Megy a tanástag volt a fater, és akkor abban állapodtunk meg, hogyha meg tudja oldani. Helyzet Gyuri bácsi volt a kerületparancsnok, és ugye jó viszonyban voltak egymással. Apám nem vadászott soha, tehát nem az a TSZ-elnök volt, aki vadászgatott, hanem mindig a vadászatokon, amiket szerveztek annak idején. Tehát ott arra Nyírpilis környékén így van, akkor ő főzött. Olyan szája íze volt, hogy ezt tanítani kellett volna. Volt. Így van, és akkor ő elintézte, hogy ide kerüljek Nyírbátorba. És ezt jól tette? Abszolút. Olyan értelemben volt ez jó, hogy én ugye van egy szakmám, amit már mondtam, hogy mezőgazdasági elektromos berendezés szerelő a alapszakma, amit én megtanultam, pontosabban tanították. Ebből fel. Technikus is lett. Így ugye? Van, így van. Ez a mezőgazdasági gépüzemeltető technikus. Ez a legmagasabb államiskolai végzettsége. Csak nézzük már egy záról. Persze. Mikor látott ilyen gépet utoljára, amit meg is tudna szerelni? Hát egy kapcsolót be tudok kötni, vagy egy égőt ki tudok cserélni. De egyébként hát 43 csinálom. És akkor ide bejöttem katonának, és akkor tisztest akartak, ugye úgy szokták, az mondani, tisztest akartak belőlem csinálni a határőrségnél, de aztán én mondtam, hogy lenne egy technikai jellegű kérdésem, akkor már volt egy gyerekem, mikor engem ide behoztak katonának, hogy akkor volt egy törvény, hogyha valakinek két gyereke van, akkor egy évig tart a katonasága. És csak ezért akart még egy gyereket? Nem. Akkor én már, mikor én eljöttem katonának, én már tudtam, hogy a feleségem állapotos. Csak anya nem tudta. Úgyhogy ő nem tudta ezt. De a lényeg az, hogy 76. január 9-én megszületett a... 75. május 20-án vonultam be. 76. január 9-én megszületett a fiam. És 76. május 20-án le is szereltek egy évre. Ezért nem lett belőlem... Tisztes. Ó, még egy tisztességes katona ideje se volt. Nem, egy év, pont elég volt. Egyébként azt kell mondjam, hogy én ma is nagyon jónak gondolnám, hogy a mai fiatal egy fél évre, nem egy évre, egy fél évre, legalább megtanulná, hogy kell összerakni a stokit. Hogy de kell mi szüksége van rá egyébként? Megmondom. Nem tudom, hogy ennek van-e ilyen ismerőse, nekem sajnos van, nem is egy, aki végtelen trehány, már fiatalként trehány. Szanaszejét teszi a haigája ruháját, nem úgy teszi le, hogy kell. Ha befejezte a napot, akkor nem teszi a szennyes, amit sorolhatnék 100 ilyen példát. Ott azért megtanítják ez az ember. Honnan jön ez? Otthonról. Is, de a katonaságnál erre az ember, ott nem lehet ilyet csinálni. Hát jó, de nekem meg vannak olyan ismerőseim, akik voltak katonák. És most is trehányak. Jó, nem vitatom, de ilyen módon én azt gondolom, hogy ez beleférhetne, de hát ezen már túl vagyunk, ezt nem mi döntjük el. Igen. Úgyhogy itt voltam katona, aztán elvittek Tiszabecsre, pontosabban Kispaládra, ott csináltunk egy őrsöt, szereltünk villanyt. Aztán november 1-i hatálya kihelyezte Gömbölyre, itt voltam járőr, határőr, járőr. Ez az Gömböly nem régen került itt szóba, itt volt Dankó Lajos bácsi, aki éppen Gömbölyről beszélt. Jó, tehát ott rendes határőr. Abszolút. És hát tehát az egy év, így van, az egyébként is fegyelmezett, Bíró Ferenc még fegyelmezettebben került haza. Ott is kis titkár lettem Gömbölyön egyébként. Te, maga tényleg egy nagyon mozgalmi ember. Hát, mert hogy ezt kérték, és ezt én vállaltam. Na jó, de hát szívesen. Embert arra kérik fel, amire egyébként láthatóan van is kapacitása, hát, meg kedve. Beszélgettek velünk, persze. Ugye? Persze. Jó. Hazakerül, ott dolgozik tovább a Nyírpilisi TSZ-ben, de
Nem nagyon szerethetett szerintem Pilicsén lakni a körülmények, vagy nem tudom milyen ok miatt, mert előbb-utóbb azért csak becélozta Nyírbátor, de végül is egy mezőgazdasági elektromos gépekkel foglalkozó technikusból hogy lesz majd biztosítós, pont biztosítós? Nagyon egyszerűen. A Fábia Pista barátom, aki akkor az állami biztosítónak volt, a körzetfelügyelő, így hívták a mostani én beosztásban lévő ember, mindig, ahányszor odajött hozzánk beszélgetni velünk, mert ugye járták a falvakat ezek az emberek, mint ahogy mi is tesszük ezt, mindig azt mondta nekem, hogy hát nem vagy te normális, hát reggel 6-tól este 6-ig, 1150 forintért itt dolgozni, gyere hozzánk dolgozni, mert sok pénzt lehet, mindig elmondta. Ahányszor találkoztunk, mindig elmondta. És amikor, megszerítette ezt? Nem, hanem amikor befejeztem a gépüzemeltető technikusi tanfolyamot, Battonyára jártam egy évig erre a minősítésre, akkor oda mentem édesapámhoz, és azt mondtam neki, hogy na apa, akkor itt van ez az iskolai végzettség, ez arra jogosítana engem, hogy gépüzemeltetés kategóriában gépcsoportvezető lehetnék, akkor adjatok olyan munkát, ami megfelel a végzettségemnek, vagy elmegyek. Azt mondta, hogy hát ugyan már, de hogy nem biztos sehová, de mondom, el fogok menni. Ez volt 76. december 22-én, december 30-án bejöttem az akkori egyetlen állami biztosítóba, és azt mondtam a Faludi János nevezető akkori fiókvezetőmnek, aki Mérkvállai, akkor még egybe volt a két falu. Jó napot kívánok, én vagyok a Bíró Ferenc, hallottam, hogy sok pénzt lehet keresni, itt akarok dolgozni. Komolyan így ment be? Így. Már nem ér, sajnos nem tudja megerősíteni. Önre néztek és azt mondták, hogy ez egy vagy egy szókimondó fickó, vagy egy őrült. Nem, azt mondta, hogy jó van, Bíró Estás, mikortól szeretne. Komolyan. Üresedés volt? Hát valóban biztos szükség, a képviselőre mindig szükség van, tehát értékesítőre mindig szükség van, minden biztosítónál. Mai napig igaz ez. És én is szívesen toborozom. Na, így van. Komolyan? Megkérdezte, hogy mikor, mondtam, mikortól lehet. Azt mondta, január 1-jel, és akkor papírom van róla, a munkakönyve be van írva, a munkaviszonyom fizetett ünneppel kezdődött. 77. január 1-jel. Na jó, de ez hogy sikerült megbeszélni otthon az apjával? Hát úgy, hogy hazamentem és bejelentettem. És vagy elengedtek, ugye akkor volt ugyanaz felmondási idő, 30 nap. És most az történt, hogy nem felmondási idővel mentem, vagy engedtek szólni. Áthelyezéssel. Úgyhogy ne legyen semmiféle fajta probléma ebből. Meg is egyeztünk, és el is engedett a apám. Nem örült neki egyáltalán, hogy egy autóvillanosságszerelő kiesett a műhelyből, de hát úgy döntött a családi tanács, hogy ez fog történni, és ez fog történni. Ezzel a biztosítós dologgal úgy jegyezte el magát, mint a feleségével. Mondhatni, igen. Szinte élethosszig tart. Hát nagyon remélem, hogy így lesz. Aha. Ezt szeretném, ezt akarom. És mit igazolt vissza mondjuk az első időszak? Tényleg sok pénzt lehetett keresni? Nagyon-nagyon kemény munkával. Ugye a biztosítósokra általában az a vélemény, hogy szépen fel vannak költözve, ingyölt, és nagy dumások. És nagyon sokat beszélnek, feleslegesen, és sokszor. És ugye általában a megítélése... És átvágnak bennünket. Így van. A megítélése a szakmának, az hát szolidon fogalmazva se nagyon pozitív. Persze sok minden személyes élmény is lehet benne az ügyfél részéről, meg sok minden olyan élmény, hogy én azt láttam, hogy te azt hallottad, hogy ő azt mondta. De egyébként, amikor konkrétan megkérdezed, hogy ugyan árulja már el, hogy milyen nyüge baja van a mondjuk jelenlegi helyzetben, meglévő biztosításával, akkor hát neki drága, amikor rászorulok, akkor meg nem fizet annyit, amit ígért. De neki nem volt ilyen problémája, 100-ból mondjuk 70 esetben, vagy 80 esetben, de ő hallott ilyet, hogy már másnak hallott, tehát ezért. Ez volt most zárja be ön is a zárójelet, tehát tényleg sok pénzt lehetett keresni. Mikor igazolódott ez vissza? Ez úgy lehetett, ugye, hogy amikor ide kerültem a cégbe, akkor... Tehát eljött 1100 valahány forint. Igen, 1150 forint volt a fizetésem, és akkor azt mondta nekem a Faludi társ, ugye úgy hívtuk egymást, hogy itt van, Vadpertuba voltunk. És amíg én ott dolgoztam, ő tegezett, én magáztam. Sosem mondta, hogy tegeződhetünk. Nem. Soha. Mindegy, a lényeg, hogy azt mondta nekem, hogy itt a lakásbiztosítás tananyag, a bíróestás, menjen haza, tanulja meg, 2 hét múlva jöjjön, vizsgázzon le, és akkor utána menjen és adjon el. És akkor... Ez volt a tanfolyam. Így van. Hazamentem, megtanultam, visszajöttem, vizsgáztam, és akkor a címanyag az úgy működött, hogy mondjuk Nyírbátor Kossuth utca jobb oldala volt délelőtt, délután meg a bal oldala, és minden házba becsengettem. Klasszikusan oda Klasszikusan ügynököltük. És akkor mondta, mint a porszívós. Én vagyok a bíró Feri, az állami biztosító
képviselője, és akkor megkérdeztem, ugye volt egy listánk, hogy milyen lakásbiztosítása van. Igen. Bementünk, és akkor azt átdolgoztam. Hát akkor még az volt, hogy az egy biztosítás. Így van. Nem volt más. És az ott a lényeg, hogy többet kell eladni. Egyébként az egy király időszak lehet, amikor csak egy van valamiből a piacon. Igen. Tehát ott a versenytárs nincs. Nincs. Aztán később majd lett. Na jó. Tehát csak nem akarja megmondani, tehát kapott decemberben 1100 forintot, januárban... Azt kell mondjam, hogy ezzel a úgynevezett házalós melóval, amit nagyon nem szeretnek a mostani képviselő kollégáink, 6-szor annyi pénzt kerestem, mint az átlagember. Ez komolyan mondja? Komolyan. Tehát a korábbi fizetésének mondjuk például 6-szorosan. Így van. Ugye vettünk egy lakótelepi lakást. Rögtön? Ahogy... 77. január 17-én költöztünk be. És előtte ki kellett fizetni. 160 ezer forint hitel volt, és havi 470 forint volt a hiteltörlesztés. 470. És volt két gyerekem. Aha. 23 éves voltam akkor. Aha. Családot el kellett tartani. Hamar beköltöztek. Hamar. Feleségem szeretett volna, ő a bankban, akkori egyetlen Magyar Nemzeti Bankban dolgozott. Uh-huh. Értéktárkezelő, az rengeteg pénzzel bánt. 300 millió forintos nagyságrendű lóvét kezelt. Akkoriban. Hát az akkori 300 Mikor meghozták a pénzt, ráadták az asztalra, többször láttam, be volt kötegelve. És ugye a legnagyobb címlet az 1000 forintos volt. Már akkor volt 1000 forintos volt. Ja. Meghajolt alatta, tehát mázsa számra hozták a lóvét. Ó, Isten. Érdekes volt. A látványnak igen. Is gyönyörű. Mindig mondtam anyának, hogy te fogjál meg egy bundot, úgy hívták, a 3 millió forint volt egy ilyen becsomagolt. Aha. Hazahozod, kapsz érte 2 évet, megyek látogatni, mindent csinálok. Elkezdett nevetni rajtam, apa, te nem vagy normális, úgyhogy ilyen történt. Értem. Jó. Ja, és akkor ott is észrevették, hogy micsoda mozgalmár, igaz? Így van. Tehát beindult a biztosítós üzlet, maradjunk ennyiben, az úgy ment, de közben azt mondták, hogy de akkor, kedves bíró elvtárs, el kéne itt látni a pártitkári feladatokat. Így van, akkor lettem. Akkoriban ezt így mondták még? Gyakorlatilag volt egy pártitkár, úgy hívták, hát a nyírbátori embereknek fog mondani valamit valószínű, Takács János bácsi volt a egyik kollégám, egyben a párt alapszerű titkára. És ő, amikor engem megismert... Mármint a pénzintézetek. Pénzintézetekni, így van. Amikor engem megismert, akkor rögtön azzal kezdte, ugye tudom, hogy látom, a édesapámat is ismerte, tudta, hogy apám is milyen mozgalmi ember, meg az egész család így van összerakva, hogy akkor én számítok rád, és akkor, amikor ő lemondott, elmenj nyugdíjba, akkor én rögtön abban a pillanatban a pénzintézeti pártitkár lettem. Az akárhogy is nézzük, valamilyen főnöki pozíció volt. Semmilyen erőnye nem volt. Nem. Én társadalmi munkás pártitkár voltam. De azért a pártitkárok, ha valakire szemet vetettek, rossz szemet... Akkor hagyd mondjam el a következő tényt. Egyszer akart a főnököm adni nekem kiemelt pártitkári jutalmat. Kiemelt pártitkári jutalmat. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy 100 forinttal kaptam volna többet, mint a többiek. Mondtam neki, hogy nem kell főnök, adja oda a többieknek. De semmilyen erőnye nem volt. Hát ha csak 100 forint, akkor persze. De most nagyságrendileg ez nagyon-nagyon minimális, akkor is már. De jó, de egy pártitkárnak a szava azért mégis így fontos dolog volt egy szervezeten belül, nem akkoriban még? Hát a 70-es évek elejéről volt beszél, olyan, vagy volt, a 70-es évekről. Volt olyan párt, az a titkár, akinek igen. De én nem az a pártitkár voltam. Miért? Tehát én nem mehettem oda például az OTP főnökéhez, és nem mondhattam Vajda Sándor barátomnak, hogy Sanyikám, ennek az embernek adjál meg 5 millió forintot, vagy 200 ezer forintot több hitelt, mert én mondom. Tehát ilyen jellegű, nem tudtunk mit csinálni de ezzel az, a pozícióval. Vedd fel, vagy rúg ki? Azt se, soha. Mert rossz elvtárs, vagy soha. Jó elvtárs. Mondok egy példát. Kockás János neve szintén lehet a nyírbátorjaknak fogondani valamit. Ő a Magyar Nemzeti Bank egyik illetékes osztályának a vezetője, később majd a helyettes vezetője, aztán azt hiszem a vezetője is volt a akkori KNH-nak. Ugye szerveztük az alapszervezetet folyamatosan. És ő egy nagyon komoly, elhivatott, vallásos, református vallásos ember, ha jól emlékszem az ő hitvallására. Oda mentem hozzá, és mondtam neki, János, akkor miután a beosztásod ezt indokolná, be kellene lépni az MSZP-be. Mert a beosztás indokolta ez? Igen. Abba, ugye ez így volt annak. Igen. Mondtam neki, hogy akkor be kéne. Én mondtam nekem, hogy Feri, én szívesen belépnék, de nem fogsz velem érni semmit. És nem léped be? Mert én nem hiszem azt, amit te csinálsz, és mondol. Uh-huh. És ezzel befejeztük a beszélgetést. Tehát soha senkit erőszakkal én, az én általam irányított szervezetben nem
hoztam be. És ebből semmilyen hátránya nem lett az életben? Soha semmi. Meg kellene kérdezni Kockás Jánost is erről a dologról. Uh-huh. Ő ugyanezt fogja mondani. És ő többször találkozunk, beszélgetünk, most éppen egy felügyelőbizottságban vagyunk benne, mind a ketten Jánossal, és többször mondta nekem, hogy ő nagyra tartja, én is ugyanazt. Ő egy vallásos ember, én meg nem vagyok az. És ennek eredményeképpen lett, aminek akkor köszönhető. A 70-es években, meg akár amikor már eszmélt a 60-as években is, a vége felé, akkor azt nem látta, nem tapasztalta, hogy bármilyen hátránnyal is járna az, ha valaki megvallja, hogy vallásos? Nem kell, hogy azt kell mondjam, hogy nálam ez, tehát engem ez a része a dolognak ilyen szemszögből, tehát nem voltam az a párttitkár, aki így fenyegette az embert, hogyha elment bárhova, templomba, temetésre. Áhá, pláne. Uh-huh. Hát a kis titkának még végképp nem. De tudták azért, hogy kik járnak te? Persze, általában igen. De ez mindenki, én azt tartom, tehát az alapfilozófiám a következő. Engem soha nem érdekelt, hogy kinek milyen hitvallása van. Egy dolgot kértem a másik oldalon lévő embertől, akinek más a hitvallása, mint az enyém. Ha én tiszteletbe tartom az övét, akkor tartsa tiszteletbe azt, hogy én meg másként gondolom a világot. Jó, de a rendszer maga nem így működött. Az úgy van, de még próbáltam úgy élni az életemet, ahogy most itt elmondtam. És lehetett így békésen egymás mellett élni? Lehetett. Nekem nagyon sok olyan vallásos ismerősöm van, barátom van, akiről azt kell mondjam, hogy soha nem győzködjük egymást azért, mert ő Jehova, én meg baptista vagy fordítva. Ha. Tehát nincsenek ilyen jellegű. Hát nincs akkor sem voltak. Nincs értelme. Hát abszolút. Tehát én nem gondolom azt, hogy valaki attól, hogy hiszi azt, amit hisz, nem feltétlenül kell, hogy jó vagy rossz embernek lennie, de visszafelé is igaz. Ha valaki nem abban hisz, amiben ő, attól még lehet normális, rendes, becsületes ember. Hát persze. És tisztességes. A dolog akkor fajul el, amikor az eszme őrve alatt, ugye. Elkezdenek előszakossá ebben egyetértünk. Válni. Igen. Jó. Hát aztán menet közben ugye átszerveződnek ezek a biztosítók, és ugye azt tudjuk, hogy ma is ebben a szakmában. Egy pillanatra nem fordult meg a fejében, hogy ezt a biztosítási szakmát otthagyja, vagy az annyira tetszett önnek, mindegy, hogy talpalásos történet volt, még most is talpal egyébként? Hát abszolút. Igen, még mindig. Abszolút, nem ez a fajta házalós meló van, egészen másként dolgozik. De ez még mindig ugyanaz a, tehát menni kell az ügyfél után. Időpont egyeztetés. Sose utána volt olyan, után. Hogy azt mondja, hogy elegem van ebből. Nyilván. Kerestem eleget, élünk normálisan. Szerkesztő, nagyon kevés embernek adatik az meg, szerintem, hogy olyan munkát csinál, amit szeret, és ezért relatíve jól meg is fizetik. Nagyon kevés embernek. Én imádom ezt a munkát. Rengeteg sikerélményért. Mi a cégemmel a régi időben is, a állambiztos időszakban, a hungáriás időszakban, miniszteri kitüntetéstől kezdve, az összes oklevél, ami létezik a világon, mindent elnyertünk a csapattal, bejártuk a világot a feleségemmel. Úgyhogy jó, ez nagyon rendben van. Nem, ezek az ön személyes eredményei, előnyei. Én mondjuk arra gondolok, hogy abból a szempontból is elégedett, hogy mondjuk az ügyfelei, ha időnként rászorulnak arra a biztosítóra, mert megtörténik az, ami ellen éppen kötik a biztosítást, igen. Ők is elégedettek? Tehát oda mennek önhöz, és azt mondják, hogy Feri, érdemes volt megkötni ezt a biztosítást, mert hogy? Következő a helyzet. Azt kell mondjam, hogy szinte egyetlen egy olyan ügyféllel nem találkozta. Persze, olyan panaszos, vagy úgynevezett panaszos ügyfél mindig létezik. Viszont a mi biztosítónk az egy olyan cég, akinél mindig minden úgy van, ahogy mondjuk. Miért is mondom ezt? Nagyon sok esetben álltunk helyt, amikor tragédia volt. És amikor azt mondtam az ügyfelemnek, hogy most 15 millió forintot fogunk kifizetni egy adott halálesetre, akkor elkezdett mosolyogni, és azt mondta, hogy az nem létezik. Aztán, amikor megkapta a számlájára a pénzt, akkor jött és azt mondta, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Uh-huh. Tehát ez egy olyan szakma, ahol amit mondunk, annak a szónak súlya van. Önben megbíznak az emberek? Hát, ez a szakma nem tűri a hazugságot. Ha én olyan jellegű munkát végeztem... És akkor miért terjed el? Megmondom, mert rabolják a szakmát sokan. Ez alatt azt értem, hogy jönnek olyan kollégák a rendszerben, csak hozzánk, a többi biztosítóhoz is, akik nem mondanak igazat. Mert fél évig, háromnegyed évig tűri a szakma hazugságot. De hosszú távon, aki 43 éve benne van, mint jó magam, az hogy mond, tehát
ha mondok valamit, lejár egy szerződése az ügyfelemnek, és azt mondom neki, hogy mikor megkötjük a szerződést, hogy minimum ennyi pénzt fogunk fizetni. Aztán évente elszámolunk, és látja, hogy hol tart a szerződése. Most jön a lejárat. És a lejáratnál oda van írva, hogy mennyi az összeg, amit a biztosnak ki fog fizetni. És akkor, ha kevesebbet fizetnénk, akkor én éhen pusztulnék ebben a szakmában. Én az egyszerű ügyfél honnan ismerem fel, hogy hazudik, meg akar vezetni a biztosítási ügynök, aki velem szemben ül. Mondok példákat, amikor nagy hozamígéretekkel próbálja megönt rávenni arra, hogy kössön biztosítást, akkor ne tegye. Nincsenek csodák. Mert amikor 1,5% vagy 3% az infláció, és negyed évente 8,2%-os hozamot ígér az ügynök. Hát ez volt a Questor történet többek között, a lényege. Többek között, meg sorolhatnék még néhány ilyen jellegű céget. A Civis Global Broker ház Debrecenben, Budapesten. Oda jött hozzám a szerencsétlen nyírbátori, az utolsó nyugdíjára félrerakott pénzt tette bele, és amikor mondtam neki, hogy menjen, azt kérje vissza, mert ilyen nincs. Szépen be volt kötve, csiriviri, szépen színes, szagos, meg minden. Tehát, hogyha sokat ígér, akkor ne higgyük. Akkor nem szabad, mert egyértelműen, és ugye mikor jön hozzám a kedves ismerősöm? Hát, amikor már baj van. Jó. Akkor meg már hiába jön. Jó. Nem tudok mit kezdeni. Tehát erről. Ez egy alapvetés. Ez egy alapvetés, hogy így van. Így van. Jó, rendben van. Elmondja, hogy 1989-ben elhagyja önt a párt. Így van. Itteng-leng egy mozgalmi típusú ember mozgalom nélkül. Ez így van. Légüres térben, gondolom. Ez így történt. Én. Tehát logítan. Nem légüres tér, mert azért a gondolat benne volt, a baloldali gondolkodás az nem változott, semmi csak. De úgy légüres térben, hogy nincs egy mozgalom, amelyik kebelén belül dolgozhat. Igen. Most eljutunk, ugye itt közben Nyírbátorban, hát finoman szólva is jobboldali vezetés lett. Ráadásul, NDF-es, igen. Hát az jobboldali. Igen. Ráadásul a város polgármestere, hát az ön egyik, hogy mondjam, csak szakmabelije, Petrovszky Ferenc, mert ő is biztosítós volt. Van, amúgy volt, egyébként milyen viszonyban volt? Abszolút. Tehát semmilyen, hogy mondjam, úgy váltunk el. Nem puszi, de jó. Nem voltunk rosszba. Pillanat, hogy kérdezzük már valamit. Őt is beszervezte annak idején az MSZMP-be? Kicsoda? Petrovszky Ferencet is beszervezte. Abszolút, ő is pártag volt. Persze. Hogy nem. Hát nem én szerveztem be, de ő már pártag volt. Séma pártag volt, MSZMP is pártag volt. Jó, jó. Tehát ő itt polgármester lesz. Igen. Ön meg dolgozik a saját szakterületen a korábban, és nézi, látja, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Mikor kezdett el önben mozogni az a érzés, hogy hát itt be kéne avatkozni, be kéne szállni ebbe az egészbe? A harmadik ciklus közepén, Petrovszky Ferinek a harmadik ciklusa közepén. Ez a 98-2002 közötti ciklusról beszél. 2000 körül. Ugye, miért? Mert mi történt? Hát gyakorlatilag nem történt semmi a városban. Azt kell mondjam. Ja, hogy nem is történt semmi. Így van. Na, tehát időnként nem állította meg a polgármestert. Dehogy nem, beszélgettünk mi erről. Ugye neki ő általa is többször elhangoztatott, jó kapcsolatai voltak a New York kormányzójával. Olyan, Pataki vagy, George Pataki. Így van, ő itt is volt a városban. Bizony, gondoltuk, hogy ebből valami profitáció mégiscsak lesz. Nem lett belőle semmi. Egyébként néhány volt képviselőtársam, akikkel ma is együtt tesszük a dolgunkat a városért. Akkor is benne voltak a képviselőtestületben Levendáni Valika, Polyák Laci barátom. És gyakorlatilag ők ezt meg tudják erősíteni, hogy akkor voltak itt ígéretek, de hát a dolog nem vált valóra, úgyhogy ennek megfelelően. Tehát azt mondta, hogy kész, itt szükség van Bíró Ferencre is. Hát ilyen értelemben én ezt úgy gondoltam, hogy ugye megbeszélni, nem szoktunk a feleségem nélkül hozni döntéseket. Hosszú házasság titka, és általában ő mondja ki a tutit. Én nálam van, hogy az utolsó szó mindig az enyém, hogy igen szívem. Tehát hát nincs ezzel semmi gond. Így. Aki normálisan gondolja a világot, az tudja, hogy ez mit jelent. Tehát visszatérve, 2000 körül kezdtem el gondolkodni azon, ugye én mindig jártam az MSZP bálokba, a jelenlévők néhányan meg is tudják ezt erősíteni, régi pártársaim is.
És akkor még Lehoczky Péter volt a párt. De ő nem is volt pártag. Nem. De hát attól még járta. Tehát nem tiltotta semmi. Hát a bulit szeret táncolni. Abszolút szeretünk táncolni, csak most a feleségemnek az egészség ezt sajnos nem engedi annyira, de azért igyekszünk. És akkor 2000 körül talán akkor beszéltünk először Lehoczky Péterrel arról egy bál szünetében, kint az előtérben, akkor még a régi négyes iskolában, most a református iskolában volt a bál, és akkor ott az előtérben beszélgettünk, hogy akkor én nekem van egy ilyen szándékom, hogy el akarok indulni. Áj. Ön azért ezt már a szűk körben gondolom híresztelte, hogy... Nem. Csak meg ő kérdezte meg, hogy hallotta. Hát akkor csak hallotta. Nem tudom, mert igazándiból nagyon kevés emberrel beszéltem akkor erről. Hát éppen és mégis, mégis a hír elindult. Ugye egy emberrel sem. Világos, persze. Csak a megfelelővel. Megfelelő helyen, igen. Ha az ember üzenni, akkor így is tud, persze, hogyha akar. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Eljutott a megfelelő helyen. Így van, Péter megkeresett, aztán utána Jánossal együtt, Veres János együtt eljöttek, mert ugye jöttek a hírek, hogy én már polgármester jelölt is akarok lenni, meg se fordult a fejembe soha. Igen. Tehát még véletlenül se, képviselőnek igen, akkor csináltunk egy egyesületet, a Nyírbátor Város Felemelkedéséért Egyesület, ez volt a neve akkor annak idején az egyesületnek, és akkor MSZP támogatással egyesületi színekben próbáltam meg elindulni 2002-ben. Szépen. És akkor hát ugye, akkor Veres János volt a polgármester jelöltje az MSZP-nek, úgy megvertük az ellenzéke, az akkori hatalommal lévő politikai társainkat, hogy még ihajla. Ugye akkor 10 egyéni választókerület volt, a 10 egyéni választókerületből 9-et megnyertünk. Hát mint most. Így van. Most. És egyetlen egy hely volt, ami Csekő Titi nyerte az egy helyet. Akkor még jobban, mint most. Jobban, mint most, így van. Hát ugye a 18 képviselői hely volt, igen, akkor. Igen. Az összes többi volt a listáról kerültek. Ja, igen, annyira túlnyertük magunkat, pontosan ahogy az előbb említette, hogy Balláni Erzsó volt a listavezetője, mint ahogy János nem jutott most be. Igen, besejtett a testületbe, mert ő nem indult akkor egyéniben. Így van. Na és oké, bekerül, két cikluson, két cikluson keresztül van két folyamatos, volt, utána kiterül. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy abba hagyom. Úgy döntöttünk a családdal, anyával, hogy elég volt, nem kell tovább. Akkor még elindult. Milyen? Mibe? Csalódott? Semmi, nem. Egyszerűen, akkor, mert ugye tőlem ez a képviselői munka, már önkéntes képviselői munka, viszonylag sok időt elvett. Ugye én voltam a gazdasági bizottság elnöke, ha így tetszik, két cikluson keresztül, és az azért sok idő. Tehát jó, nem de... látszik ezen a munkán, de sok idő. És ugye, amit elvett tőlem időt, azt a szakmától, a munkától tudta elvenni, és hát ennek elindult. És erre azt mondta, hogy akkor most kiszáll. Most így befejeztük, abba hagyjuk. Elindultam, akkor kaptam úgy 180 szavazatot, hogy nem. És akkor a fideszes jelölt nyerte. Aha. Gyarmatiné nyerte a képviselőt. Igen, választ. Jó. Tehát köszönhet valamit Nyír Bátor annak, hogy Bíró Ferenc önkormányzati képviselő volt? Nagyon bízom benne. Csak egy példát hadd mondjak, aminek én rettenetesen örülök, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így hoztuk meg a döntést. Ugye amikor 2002-ben megnyertük ezt a választást ilyen arányban, akkor még nem tudhattuk, hogy az uniós csatlakozás egyrészt mikor lesz, másrészt meg milyen uniós forrásokat tudunk majd magunkévá tenni, ha így tetszik. Uh-huh. Ugye 2004-ben beléptünk az Unióba május 1-ével, ha jól emlékszem, és utána pedig kialakítottuk, János nagyon okosan kitalálta ezt, meg az összes többi képviselőtársunk, kialakítottuk az ipari parkot. És az ipari park kialakításához kibocsájtottunk 2 milliárd forintnyi kötvényt. Uh-huh. Ha ezt mi nem csináljuk, az a testület akkor nem hoz ilyen döntéseket, amit hozott, akkor gyakorlatilag az az iparőzési adó bevétel, ami most megjelenik a város kasszájában, az most nem lenne. Majd most idejére mondjuk 2 milliárd. Az most nem lenne. És ezzel kellett hozzá bátorság. Én akkor is figyelmeztettem a pártársaimat, meg a képviselőtársaimat, ha elő lehetne venni a felvételeket, hallani lehetne benne, hogy az árfolyam kockázat az nagyon-nagyon komoly dolog lesz. És sajnos igazam lett. Tehát úgy alakult az árfolyam kockázat, bár mi akkor is ki tudtuk volna fizetni, mert ugye elindult az ipari park fejlődése, és ennek eredményeképpen az iparizási adó bevétel is nagyságrendnek. Ugye 200 millió forint volt nekünk 2002 körül, vagy 3-ban az iparizási adó bevételünk, most meg 2, mert 10-szerese. Igen. Tehát azért ez egy nagyon... És ez, ha más nem, ha más nincs, csak ennyi. De egyébként a rengeteg fejlesztést csináltunk az én éremben. És
Jó, bekerül 2002-ben MSZP támogatással. Én azt hittem, hogy rögtön keblére öleli az MSZP-t, mint pártot, de nem, kivárt. Mire várt 2007-ig, 8-ig? 8-ban, 8-ban hittem. Mire várt? Őszintén elmondom, ugye Ballani Erzsó lett 2003-ban a polgármester, és gyakorlatilag azóta, akkortól, amikor őt megválasztottuk, attól kezdve folyamatosan nyomta, hogy hát jó lenne, hogyha belépnél, mégiscsak MSZP támogatás. És miért nem lépett be? És akkor én mindig elhárítottam, mert ugye akkor annak idején azt mondtuk a feleségemmel, hogy én soha többet semmiféle fajta szervezet tagja nem leszek. De hát ugye az ember ebből látja, hogy soha de nem volt elég baloldali az MSZP akkor nem, ez nem ezen múlt. Egyszerűen volt egy elhatározásunk, hogy soha, ugye ebből mondjuk, hogy soha nem mondtuk, soha. Ma ki is derült. Így van. Tehát ezért volt ez így, ahogy történt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyit. Tudod, és 2008-ban én ugye akkor léptem be ebbe a pártba, amikor mások kifele léptek belőle. Akkor volt a Gyurcsány időszak. A Gyurcsány beszéd után kezdődött a gazdasági válság. És aztán 2009-ben volt egy elnöki lemondás a MSZP-ben, és akkor én elindultam második jelöltként, akkor nem kaptam meg a megfelelő többséget. Az, aki megnyerte, az meg azt mondta, hogy nem kívánja csinálni, és akkor jött, hát mert nem tudom, igazándiból nem tudom, mindegy, ez nem érdekes. A lényeg az, hogy jöttek hozzám, hogy én komolyan gondolom-e, Sun Feri jött hozzám, akkor ő volt előttem, meg Éva előtt a pártelnök, hogy akkor komolyan gondolok, a elnökségi tag volt, hogy én akarok-e pártelnök lenni. Hát mondom, ha mondok valamit, akkor az úgy van. És akkor 2009-ben... Miért akart elnök lenni egyébként? Talán pontosan azért... Tehát ha már belépett, akkor gondolta magáévá teszi a szervezetet? Hát ez nem így működik, de jó lenne, ha ez így működhetne. De nem. Egyszerűen csak szerettem volna szolgálni továbbra is. Hát jó, tagként nem lehet. Nem ugyanaz a helyzet, ahogy beszéltük a megkerülhetetlenséget. Itt nem a megkerülhetetlenség lett volna igazán a cél, nem is az volt, hanem az, hogy az ember úgy próbáljon meg ebben a szervezetben dolgozni, ahogy azt egyébként elvárható a mostani helyzetben. Rettenetesen nehéz szituációban voltunk. Ha most annyit mondok csak, hogy sikerült egybetartani a szervezetet a meglévő pártagjaink hathatós támogatásával, ez magában nagy eredmény. Uh-huh. Mert ugye másút meg már nincsenek ezek és a szervezetek. És beleragadt ebbe a városi MSZP elnöki pozícióba. Hát nem feltétlen csak rajta múlik. Igazándiból igen, úgy tűnik. És akkor nézzük már... Mondjuk egy pártelnök fejében azért előfordul az, hogy hát az előbb-utóbb kiöregszem a pártelnöki székbe, és utódokat kellene nevelni, meg fejleszteni a szervezetet, meg mit tudom én, és akkor most azt látja, hogy ez egy 5-6%-os párt. Ilyenkor lett görcsbe is rándul az ember gyomra, és akkor visszanézek, és van utódnak való? Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nagyon komoly munka vár ránk, hogy ez a bizonyos utódlás, de még csak ez rövid, vár. Rövid időn belül. Az az igazság, hogy még most nincs szándékomban ezt a munkát befejezni. De tolonganak ott mögött a Ezt én nem mondanám, mert ugye, amiről egyszer beszéltünk, amikor csináltunk ilyen riportot, hogy igazándiból Nyírbátor városában az MSZP-nek semmiféle fajta szégyenkezni valója nincsen. Itt minden választást, ami 2002 óta létezett, mi megnyertünk. Ez országgyűlési választásra, tehát nem a nagy kerületre gondolok, hanem a Nyírbátor helyiségre, ha itt tetszik, a helyiségre, és az összes többire, önkormányzati választásokat folyamatosan. Tehát gyakorlatilag nincs okunk szégyenkezni. Na de, ennek ellenére? Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy a fiatalok inkább azt a fajta egyesületi, nem párthoz kötődő, nem kötöttségekkel járó, nem feltétlen elköteleződni, tehát ilyen jellegű gondolkodás van a mai fiatalban. Akkor, na most megpróbálom lefordítani. Tehát ön azt látja, hogyha nézzük a fiatal generációkat, az ő számukra, a maga a párt, mint szervezeti forma, az ilyen típusú lejárt múlt idő? Nem tudom, hogy lejárt-e. Ez majd az idő meg fogja mondani. Az biztos, hogy nem egyszerű dolog ma, meg nem volt soha pártokat toborozni. Aztán majd meglátjuk, hogy hova alakul a világ körülöttünk.
De én nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül olyan fiatalabb generációt összehozni, aki hajlandó ezen elvek mentén tovább gondolni. Na jó, de hát hol van ez a fiatalabb generáció? Hát ez a mi feladat az elnökségnek, meg nekem is, keressük ezeket az embereket, próbáljuk meg őket meggyőzni arról, hogy közöttünk van a helye. Nyilvánvaló dolog, sokszor csinálunk ilyeneket, hogy próbál... Jár bármilyen előnnyel az, hogy MSZP tag lesz az ember, hát, vagy csak munkával jár? Csak munkával. Azt kell mondjam is, a munkát... Ki dolgozik ma ingyen? Ez látszik, hogy nem nagyon szeretik az emberek. De ne. Tehát azt értem, hogy nem... Nem, hát dolgozni szeretek szerintem az... Ez társadalmi munka volt mindig. De ki dolgozik ma ingyen? Hát például akik az elnökség tagjai, azok mind ingyen dolgoznak. Nem úgy értettem, hogy nem kapnak vagy kapnak-e fizetést, tehát hogy kapjanak, hanem hogy amikor dolgozik az ember valamiért, akkor szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy annak legyen látszatja is. Az, hogy például csak mondok egy példát, az, hogy olyan helyzetbe kerülnek a pártagjaink, akik egyébként képviselői is a városnak, az mindenféleképpen egyfajta támogatottságot jelent. Tehát ha végignézzük, hogy a jelenlegi képviselőtestületből, mondjuk az elnökségben lévő, meg a nem az elnökségben lévő pártagjaink, szinte majdnem mindenki bent van. Bent van. Tehát azért ez egyfajta, hogy megéri, nem éri, az egy másik történet. Jó. Úgy lehet jól végezni a pártelnöki munkát, hogy az ember kollégái bent vannak a testületben, ő meg maga kint? Úgy értékelem per pillanat, ugye ez a jelenlegi helyzet, hogy igen. Tehát ez a két dolog ilyen módon nem játszik szerepet, mert hogy én, mint a helyi szervezet elnöke, minden frakciógyűlésre állandó meghívást kapok. Tehát gyakorlatilag ott vagyok a döntések kialakításánál, ott a meghozatalnál már, hogy a képviselőtestületnek van döntési joga, de a kialakításánál mindig ott vagyok, véleményt kérnek tőlem, és én nagyon örülök annak, hogy ennek a grémiumnak tagja lehetek. És van is súlya a véleményének? Hát azt gondolom, hogy igen. Igen? Sőt, biztos vagyok benne, hogy igen. Uh-huh. Komolyan veszik azt, amit mondok. Igen. Igen. Most gondolkodtam egy kicsit, de minden bizonnyal ez így van. Jó. Akárhogy is nézem, kiválóan tartja magát a bőrében. Aktív. Több fronton. Meddig tervezi? Hát most érdekes dolgot fogok mondani. Nekem van egy nagyon, általunk nagyon szeretett unokánk, egy szem unokánk. Ő most volt 18 éves. Ugye két gyereke van. Két gyerek van, egy lány, egy fiam. Lány, egy fiú, és a fiú a biztosítási szakmában. Így van, így van, így van. A lányom pedagógus. Tanár. Így van. Az unoka pedig a lányomé, tehát az ő gyermeke, és most volt 18 éves február 3-án. És ő most a Corvinusra készül egyetemre. És ugye hát én, mint felelős nagyszülő, a kedves feleségemmel egyetemben elvállaltuk, hogy a gyermeket tanítatni fogjuk. Opa. Ez ugye... Most nagyapa, nagymama fizet. Így van. Mindent. Lakást. Mindent. Tanulás költséget. Amit el tud képzelni, mindent. Én nagyon örülök annak, mert ugye hát... És ehhez még önnek dolgozni kell? Igen. Igen. Igen? Igen, igen. Ha azt az életszintet akarom tartani, amit most élek, akkor igen. Tehát muszáj az, ilyen szét, muszáj, ez a muszáj az én döntésem. Persze. Tehát ha holnap reggel azt mondom, hogy befejeztem. Tehát ez az én döntésem. Tehát még a másik, ami motivál, de nagyon. Ugye mondtam, hogy 43 éve, tehát 77 január 1-én kerültem a szakmába. Januárban volt 43, most már 40... Most azt mondja, hogy 50 éves. Igen. Azt igen. Akar, hogy... igen. Még 7 év? Igen. Igen. Még 7 év? Igen. 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 Azért az egy kemény történet. Hát most ugye tegnap előtt voltam 66 éves, igen. Március 3-án, tehát gyakorlatilag most úgy döntött a családi tanács velem együtt, hogy ezt még én végig akarom csinálni. Azt mondták, hogy Feri, hát egy, az unokának ugye van pár év, amit tanulik. Az 5 év. Kéne az egyetemen. Hát ha csak nem dönt, ugye egy évet ismeri a világot igen. Menet közben, mert a diákok igen. Ilyenek, igen, igen. Akkor az nem 5, hanem 6, stb. Tehát neked addig, ha törik, ha szakad, ha fúj, ha fagy. Így van. Ha egészség van, ez nagyon fontos. Ha egészség nincs, akkor abba hagytuk. Aha. Tehát nem lehet. Ez a munka nem, tehát nem tehát lehet. Nem, nem kényszeríti semmi rá egyébként, semmi. Tehát ön be tudja lőni azt, hogy az egészsége meddig bírja. Így van, így van, így van. Hát na most persze 73 évesen meg megcélozhatja az amerikai elnöki széket. Látjuk, bőven felül vannak a 70-en, igen. Akik ugye a világ első számú hatalmának elnöki székébe pályáznak.
és valószínűleg meg is nyeri egy 70 év feletti ember, az egy fura, nem? Magyarországon ez már Matuzsálemnek számít. Ez így van, így van, így van. Nem szeretik a politikába se. Én úgy vagyok vele, hogy igazándiból nekem most is van olyan kollégám, aki 75 éves. És dolgozik. Igen, dolgozik. Így van. Azért, mert szereti ezt csinálni, vagy mert rá szóval? Nem, mert szereti. Tehát én is azért csinálom ezt, ha nekem ez teher lenne. De akkor biztos, hogy bár holnap reggel a bajnám. Tehát én nem úgy ébredek reggel, hogy megint be kell menni a munkahelyre, a fene egye meg, hanem örülök. A feleségem mindig mondja, hova szar, mindig szalad, sietsz, felkezd fél hétkor, mikor 8-ra kell menni, anya, hát most ez így van. És a közéletet meddig akarja még vinni? Addig, amíg orra nem esik, amíg azt nem mondják, hogy így megkocogtatják a vállát, hogy öreg vagy már tata, másképp mennek a dolgok manapság, vagy meddig? Nekem ugye vannak itt körülöttem példaértékek, Balláni Erzsó, Levendáni Valika, akik időben úgy vannak, ahogy vannak, én hasonlóan szeretném az életemet élni politikai területen is, mint ahogy ők élik. Ha egy mondatban össze kéne foglalni az eddigi életét, akkor hogy foglalná össze? Hú, ez nem egy egyszerű feladat. Nagyon jól vagyok a bőrömben. Örülök, hogy a családommal együtt lehetek, feleségemmel, gyermekemmel. Teljes életet éltem? Abszolút. Te boldog teljes abszolút. Abszolút. Hát akkor maradjunk annyiban, hogy jó egészséget a következő évekre is önnek, meg akkor, ha már ugye születésnap környéken beszélgetünk, akkor boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Is. Örülök, hogy itt volt. Önöknek köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.